Hadd szóljon! A Klubrádió túlélési gyakorlata. Az elmúlt években nagyon sokszor szóba került a magyar gazdaság, a világgazdaság, márpedig ezek a kérdések mindig tényeken és adatokon alapulnak. Ebben korábban munkatársként, később már csak szakértőként, a Hetes Stúdió egyik vitapartnereként közreműködött kolléganőm Berec Anna. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. És a kérdésem az, hogy vajon ez a tények, az adatok tisztelete, ez elmúlik egy idő után az emberből, vagy épp ellenkezőleg ez egy olyan iskola, aminek soha nem lehet hátat fordítani? Ez utóbbi. Ennek nem lehet hátat fordítani. A tényeknél nincs fontosabb. De ehhez az összefüggéseket is be kell mutatni, mert a tények önmagukban, például a számok, azok unalmasak, felfoghatatlanok, tehát hallgató, néző azonnal elkapcsol valahova. De hogyha az összefüggéseket mögé tesszük, akkor én szerintem egészen érthetően elmagyarázható, hogy mi zajlik a világgazdaságban, hazai gazdaságban, sajnos. Sajnos elmagyarázható. Egy rádióban persze nagyon hálátlan dolog számokról beszélni, hiszen az emberek nem nagyon tudják ezt a fejükben tartani. Ugyanakkor a gazdaság összefüggéseit megmutatni, hát ehhez, ennek azért elég alaposan utána kell menni, ahhoz, hogy az ember ráébredjen, és kigyulladjon a fejében az a bizonyos lámpa, hogy hoppá, itt valami svindli van, itt valami turpisság van. Hogyan jön ez el egy gazdasági újságírónak, akinek közgazdász az eredeti végzettsége? Hát ez úgy jön el, hogy mindent kell olvasni. Mindent kell olvasni, de az összefüggéseket meg kell mutatni. A számok önmagukban semmit nem mondanak. Semmit nem mondanak. Mármint a nézőnek és a hallgatónak. Persze, amikor közgazdászokkal beszél az ember, akkor nyugodtan lögheti a számokat is, de a hallgatónak, a nézőnek nem. Te dolgoztál alapvetően képi műfajban, televíziósként, hiszen hosszú éveket dolgoztunk együtt a Szabadságtér 17-ben, és nagyon sokat dolgoztál aztán később rádióban is, itt a Klubrádióban. Mi a különbség a kettő között az újságíró szempontjából? Például az, hogy sokszor itt a riport alanynak nem látom a szemét. Tehát nem úgy tudok reagálni, mint amikor velem szemben ült. Ez egy kicsit megnehezítette a rádiós dolgomat, de azért szerencsére nagyon sokáig boldogan bejöttek a riportalanyok, és a stúdióban ülve már természetesen ugye szemkontaktus volt, lehetett reagálni. És hát most már ez egyre inkább úgy hallom, hogy telefonon keresztül zajlik ez az interjúkészítés. Nem irigylem a kollégákat. Emiatt nem irigylem a kollégákat. Mégis ugye ahhoz, hogy egy televíziós riport elkészüljön, annak minimum 6-7-8 óra volt a ráfordítása egyetlen műsorperc előállításának. És hány ember? Míg a rádióban egy perc műsort előállítani, ha nagyon utána megy az ember, és még nagyon utána telefonálgat, akkor is egy maximum egy óra, tehát sokkal tömörebb a műfaj. Igen, ez igaz. De ez nem baj. Én nagyon tisztelem a tömörséget, de a tényszerűséget, ahhoz viszont ragaszkodom. Vannak-e benyomásaid a magyar médiáról úgy általában, vagy te kizárólag a Klubrádiót hallgatsz? Sajnos vannak benyomásaim, és ezért szinte kizárólag Klubrádiót hallgatok, szóval egyik a másikból következik, mert akarom tudni, hogy mi történt, akkor innen tudom meg. Ugye említettük, hogy mi hírműsoron nőttünk fel, ezért a legtiszteletre méltóbb mai számomra a Klubrádiónak a rendszeres hírműsora, ugye főleg a reggeli gyors, az esti gyors. Nagyon szeretem a személyeket, akik bejönnek egy órára beszélgetni, az is nagyon érdekes, de azt tisztelem a Klubrádióban, hogy rendkívül sokoldalú. Tehát többfajta igényt elégít ki,
a kultúrától kezdve, a gazdaságon keresztül, a külpolitikáig nagyon fontos, mert manapság már kezdenek teljesen elmúlni a külpolitikai műsorok. Miközben a Klubrádiónak van külpolitikai műsora. A te életedben hol a helye a Klubrádiónak? Hát legkésőbb fél hétkor felébredek, az az első, hogy a rádiót benyomom. Anélkül nem tudok meglenni. Magam is dolgoztam reggeli televíziós műsorban, nem is egyben. Mégse tudok rászokni a reggeli televíziózásra. Nekem az az információ tömeg kell, amit én rádiótól kapok csak meg. És azt tudom hurcolni a fürdőszobától a konyhán keresztül mindenhova. Délbe megint meg kell hallgatnom a híreket, akkor már kezdem csinálgatni az ebédet, meg minden ott szépen a konyhába, aztán délután már válogatottan hallgatok műsorokat, tehát tudom, hogy melyik, mert mikor számíthatok rá, akkor van olyan, hogy leülök, és akkor tényleg csak azt hallgatom, akkor nincs olyan, hogy mellette még olvasok is, meg nem. Akkor csak azt a műsort hallgatom. Szóval Klubrádió nélkül nincs életem. Ez a helyzet. Akkor egyetértesz velem, hogy lehet ugyan Klubrádió nélkül élni, de nem érdemes. Ez így van. Berec Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm szépen. Kérjük, támogassa ön is a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!